Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb gyakori kérdéses videóban. Egy kicsit ilyen flagma zöld háttér, azért elnézést kérek, nem tudtam jobban beállítani sajnos. Heti témák között mazsolázunk. Én három témát gondoltam, ami az elmúlt egy hétben történt. Egyrészt ugye a Forma 1-ben a Grosjean-féle baleset, aztán volt a Sayer ügy, és hát maradjunk sport témánál, Szoboszlai, ugye, akit állítólag személyesen felhívott Zinedine Zidane. Annyit beírtam, hogy Grosjean, mit lehet tudni Romain Grosjean állapotáról? Na, erre 10 válasz is érkezett. Elvileg pár égési sérüléssel megúszott, de mondjuk ki más törte volna össze megint az autóját, mint Grosjean, és az ő hibája is volt, nem volt ott hely, ahol át akart ő menni. Én nem tudom, én úgy gondolom, hogy ez telibe az ő hibája volt. Visszanéztem ugye Kwiat autójából is a felvételeket, és ő ment, haladt. Grosjean meg ráhúzta a kormányt, nem tudott mit csinálni. Kezén enyhe égési sérülések, a lábát egyértelműen fájlalt, amikor kiszállt az autóból, illetve bordatörés gyanúját is emlegették, feltételezem mellkasi fájdalomra panaszkodott. Ezek közül csak a kezén lévő égési sérülések a hivatalosak, mást egyelőre nem közöltek. Igen, ugye Bahreinben maradt a mezőny, és Grosjean is ott marad ápolása, vagy hát kórházon ott fog gyógyulgatni, ott kap kezeléseket, és jól van, tehát a kezén lévő égési sérülések azok, amik valósak, tehát ez hivatalosan tényleg így történt. A lábát fájlalta, de valószínűleg csak megütötte, vagy kisebb zúzódás volt, nem történt semmi probléma, tehát nem volt törés. Törése nincs, az a lényeg, hogy törése nincsen, de az is milyen durva, hogy mennyivel 200, tököm tudja mennyivel, beleszágult a falba, kigyullad az autó, 28 másodpercet az égő autóban tölt, és ennyivel megúszta. Hát igen, ez a modern Forma 1. Lehet már tudni, milyen sérült meg, is itt azt írják, az egója. Középszerű pocsék pilóta, de meg kell adni, hogy volt lélek jelenléte, én biztosan pánikba estem volna. Ennek ellenére is szerintem már régen távoznia kellett volna az F1-ből. Maldonado hű társa volt a kamikaze megmozdulásukban. Egyszerre kellett volna távozni, mivel Romain teljesítmény nem múlta felül Pastore. Na most igen, könnyen lehet, hogy Grosjeannak az volt az utolsó Forma 1-es futama. Gyakorlatilag lehetetlen az, hogy jövőre Forma 1-es autóba üljön, mert nincsen szerződése. Kettő dolgot tudok elképzelni, illetve inkább hármat tudok elképzelni, de abban az egyik az elég valószínűtlen. Az egyik az, ami a valószínűtlenebb, hogy elmegy egy másik kategóriába versenyezni. Feltételezem, a családja, ugye feleség van és három gyereke, szerintem az asszony most nem nagyon engedni előtt bárhova is versenyezgetni. A másik lehetőség, hogy elmegy szakkommentátornak valamelyik francia tévécsatornához, vagy mondjuk akár mivel beszél angolul, ezért bárhova el tudna menni szakkommentátornak, az jó pénz, öltönyös meló, tehát ráadásul ugye a tapasztalata miatt azért hasznát tudnák venni. A harmadik meg az, hogy neki az eredeti szakmája, ha jól tudom, bankár, tehát feltételezem, hogy ott is el tudna helyezkedni. Tehát ezeket tudom elképzelni. Az, hogy nincsen hely a Forma 1-ben már egy ideje, azzal egyet tudok érteni. Tapasztalata van, viszont sosem volt az a kiemelkedően jó teljesítő pilóta. Hát igazából a balesetével kapcsolatban ez az egy téma volt. Itt van, hogy Romain Grosjean állapot, ezt néztük. Most hol tudnám visszanézni magyar kommentárral Romain Grosjean balesetét? Hát... interneten. Na nézzük Sayer Józseffel kapcsolatban milyen témák vannak. Hú, van egy pár. Miért lenne képmutató Sayer József? Hú, hát nem is tudom. Mennyi esélye van annak, hogy a Fidesz liberális fordulatot vesz, és ez gyakorlatban törvényi szintre is engedélyez a melegházasságot és a melegek, ... Nem tudom, mennyire friss ez a kérdés. Tegnap előtt. Végül is a Fidesz eredetileg liberális pártnak indult, Orbán a liberális internacionális alelnöke volt. Levonva a konzekvenciát abból, hogy Borkai szexbotránya, Kaletta pedofil képe és Sayer meleg szexorgiája esete után semmiféle jogalapja nem maradt a kereszténységről, konzervativizmusról és a család szentségéről papolni, és hitelesen nem képviselheti ezeket a Fidesz, így képletesen szólva átülne a Fidesz a liberalizmus lovára és azt lovagolná meg. Semmi esély nincsen erre, mert a Fidesz az most már nem ilyen elveket val. Tehát a pártnak az ideológiája az nem ilyen. Az, hogy történtek ilyen dolgok, ők mossák kezüket. Igaz, hogy Fidesznek a tagjai voltak ezek az emberek, de már ugye nem azok.
tehát rövid úton megváltak tőlük. Ez az egyik, a másik az, hogy ezt ők úgy gondolják, hogy ez magánügy. És az, amikor egy Bayer Zsolt azt mondja, hogy ő még tud olyanokról a párton belül, akiknek hát vannak ferde hajlamaik, akkor az ugye elég érdekes, tehát hogy hogyan tud ő is például nyíltan kiállni amellett, hogy a homoszexuálisok ne házasodhassanak, ne fogadhassanak örökbe gyereket. Tehát amikor tudja, hogy még vannak olyan emberek, akik meg teljesen szembe mennek a pártnak a ideológiáival. De azt mondják, hogy Fidesz nem hivatkozhat többé a kereszténységre, meg a konzervatív értékekre, hiteltelenné vált, nem lehet ezen értékek zászlós hajója ilyen botrányok után, ezért is gondoltam arra, hogy dobbantanának egyet és felülnének a liberalizmus lovának képletesen szólva. Ennek mennyi az esélye? Semmi. Most mondom, itt írják egyik semmi. Kifelé ugyanazt hirdetik majd, ami esetleg nem tetszésnek ad hangot valóla, azt cenzúrázzák, eddig is ez ment. Szomorú, de igaz. Miután kiszájjereztétek magatokat és megvontátok a szánalmas párhuzamot az összödi beszéddel, válaszolnátok pár egyszerű kérdésre? Jó, válaszolunk. Szájer hazudott egy egész országnak a választási kampányban, vagy Gyurcsány? Megint ez a... Jó, most meg... Jaj, gyurcsányozás lesz! Jó, de jó, gyurcsányozás! Szájer ugye 30 éve politizál, tehát ugye neki is volt korábban ugye választókörzete, neki is vannak szavazói, támogatói, azokat köpte arcon igazából. Tehát hazudott az országnak, ja. Szájer lövette ki a békés ünneplők szemét, vagy Gyurcsány? Szájer tüntette ki ezek után a rusnyafejű rendőrfőnököt, vagy Gyurcsány? De miért ilyen? Miért egy olyan emberrel akar párhuzamot vonni, aki annó miniszterelnök volt, és jó vagy rossz döntéseket hozott, míg a... Tehát most akkor megkérdezem, Gyurcsányról kiderült az, hogy melegorgián vett részt, vagy Szájerről derült ki? Melyik pártnak tehát a Gyurcsány pártjának, vagy a Szájernek a pártjáról mondják a keresztény, vagy ők szajkózzák a keresztény értékeket, és az, hogy a normalitás, ugye azt kell követni, és ugye Európa milyen mocskos liberális lett. Tehát ők mondják, vagy Szájerék mondják, vagy Gyurcsányék. Nem az unalmas, a Gyurcsány jobb volt? Ezt szeretem, a Gyurcsány jobb volt? Érvelés állandóan eltelt 11 vagy mennyi év, és az egyik politikus aljassága nem menti fel, vagy igazolja a többiét. Így van, az meg a másik. Tehát ugye ezt abszolút külön kéne kezelni. Az, hogy vezető politikusok megszólaltak az ügyben, az már megint más kérdés, és az egyébként, hogy az ellenzék hogyan próbál ebből hasznot húzni, az meg megint a másik dolog, és az is szomorú, de összességében itt a kettőt nem lehet összehozni. Nem lehet párhuzamot vonni a kettő között. Kérdező, te nem vagy normális, ki a francot érdekel egy Gyurcsány, mikor az alkotmányunkat szövegező visszafogott, keresztény, konzervatív, az EU-val bátran kiálló fideszes alapító tag egy eredet csatornán menekül egy meleg bújból kápszer a táskájában. Felfogod ennek a jelentőségét? Látod magad előtt? Az helyzet, hogy így elképzeltem, hát durva. Igen, jól látni amúgy, hogy ezek a Gyurcsány jobb volt dumágó az embereknek már elegük van. Hagyjuk már ezt tényleg. Szájer József tényleg meleg homoszexuális? Van heterohomoszexuális is? Vagy hideg? Egy fideszes politikus hogy lehetne már meleg? Ez nem lehet elképzelni, hiszen feleség és gyereke van, de akkor mit keresett egy meleg partin? Csak kíváncsi volt, hogy le akarják járatni? Nincs felesége, elvárt már rég. Tényleg? Nagyon sok meleg élt hagyományos házasságban, vagy mert családot akart, vagy mert nem merte vállalni a másságát. Itt is egyébként hideg homoszexuálisra még nem hallottam. Itt írják, hogy de van felesége, Handó Tűn, de nem váltak el soha. Saját szemével akarta látni, mi az a gonosz sötét erő, amely ellen vívja áldász küzdelmét. Igen, egyébként lehet, hogy csak tisztában akart lenni az ellenségével, ellenfelével, ugye, ami a pártnak az ellensége. Nem? Tehát tájékozódott. Ez olyan, mint amikor valaki ilyen drogprevenciós előadást tart, azok többségében olyanok, akik már használtak kábítószert. Így tudja azt mondani, hogy a homoszexualitás mennyire ártalmas,
hogyha ő maga is kipróbálja. Szoboszlai, hogy melyik csapatba fog szerződni? Jaj, lehet is szavazni. Lipcse, Arsenal, Atletico Madrid, Milán, Real Madrid. Hát nagyjából hogy ezeket a csapatokat lehetett hallani vele kapcsolatban, az tény. Hát én nem tudom, én szavaznék egyet az Arsenalra. Á, be kell jelentkezni, kapjátok be? Szerintem a Milánban megy Ibra is Calhanoglu mellé. Lipcse, Tuti, Arsenal. Szerintem egyszerre megy a Bayernbe, a Juve-ba és a Barcába, a Lewandowski-t, Ronaldo-t és Messi-t fogja váltani, mert azok sehol sincsenek hozzá képest. Szoboszlai, Domicica egymaga megnyerni a VB-t, az EB-t, az olimpiát, az Afrika kupát, úgy jó, nem kell, de most miért kell őt bántani? Ez ilyet soha nem értettem, hogy miért kell őt bántani? Tehetséges srác, nagyon alázatos, tehát a nyilatkozata is, és nem, semmi olyan, hogy elszállt volna magától, vagy ilyesmi. Milán a hírek szerint, Milán, november 29-én írták. Ez még nagyon képlékeny, de ahogy azt már korábban mondtam, a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy tök mindegy, melyik igazolja le, még egy fél évre ott hagyják a csapatban. Ugye, és akkor nyáron csatlakozik majd az új brigádhoz. Mennyi év esélye van, hogy Szoboszlai Fradiba igazolni, és erre heten válaszoltak. 15 év múlva nagy, addig semmi. Pénzkérdése minden. Szoboszlai is lehet inkább menni a Fradiba jó pénzért, mint hogy pár évig egy közepes csapatnál kispadozzon. Miért kispadozna egy középcsapatnál? Főleg, hogyha középcsapatról beszélünk, egy európai topbajnokság középcsapatáról, ott eleve kezdő játékos lenne. Pénz kérdése minden. Jaj, ne, tehát ne dzsuzsákozzunk. Akkor minek menne el Salzburgból, ott biztos helye van a csapatban, az kizárt, hogy az osztrákon lehet többet tudna fizetni a Fradi. Hú, ezt nagyon rosszul látják. Itt én azt tudom nagyon jól, hogy a profi futball az a pénzről szól. Ez tudom nagyon jól. Horror összegekről beszélünk. De az, hogy egy játékos, egy 20 éves játékos, akiről mindenki azt mondja, meg látjuk saját szemünkkel, hogy mekkora tehetség, kizár dolog, hogy a pénzt tenni az első helyre a karrierjével szemben. Kizártnak tartom. Ó, itt már megy a fideszezés. Már mondjuk ezzel sem nagyon értek egyet. Én egyáltalán nem támogatom a Fidesz, de ez az érve is nem állja meg a helyét. Azért, mert megy rendesen a pénz a Fradiból, attól még nem fognak tudni sokszorosan nagyobb, gazdagabb erős csapatokkal versenyezni, ilyen téren sem. Nagyon kis halak ők nemzetközi szinten. Ez nagyon jó válasz. 25 millió euró Szoboszlainak a kivásárlási ára, 25 millió eurót a Ferencváros nem tudna kifizetni. Nem tud kifizetni. Hát szerintem ennyi pénzt nem láttak egybe soha. Szoboszlai Dominikról miért gondolja a magyar emberek egy nagy része, hogy túl van sztárolva, és nem lesz belőle semmi? Aki kicsit is jobban ért a futballhoz, mint egy átlag szurkoló, az mindenki elismerően nyilatkozik róla, és azt mondja, hogy igenis van esélye odaérni egy top bajnokság jó csapatába. Nyilván senki sem gondolja, hogy Messi vagy Ronaldo szintjét megütheti, pedig de megütheti, viszont nemzetközi szinten jó játékossá válhat egy rendszeresen BL-ben egyenes kieséses szakaszban szereplő csapatban. Ez így is van. Tehát ez az, amit várunk tőle elsősorban, nem azt várjuk, hogy Messi Ronaldo szintet üsse meg, de megütheti azt is. Probléma a hozzáállása, azt hiszi magáról, hogy ő az is. Ez hülye? A probléma a hozzáállása, azt hiszi magáról, hogy ő az Isten, csak mert az osztrák NB1-ben van. De ő is már többet jár fodrászhoz, mint edzésre, meg csak a pénz számít neki. Soha nem beszélt Szoboszlai Dominika pénzről. Soha a büdös életben. Úristen, de hülyék. Személyesen ismerem, szóval tudom, miről beszélek veled ellentétben. Ja, tehát valakit személyesen ismeri, és azt mondja a Szoboszlairól, hogy pénzéhes. Aha. Hát nem hiszem. Szerintem meg fasság. Tehát anonim néven bárki bármit mondhat. Nem, anonim az tudja. Tehát anonim az, aki mindig ott áll Szoboszlai mellett, amikor nyilatkozik. Ő az, aki elsőként gratulál neki a meccsek után. Persze. Sok magyar azért tartja túlsztároltnak, mert úgymond félnek, hogy egy újabb magyar tehetség fog elveszni. Nyilván én is tartok ettől, de én azt látom, hogy az alázat az már most sokkal jobban megvan benne, mint bármelyik magyar játékosban. Annak idején felkapták Szalait, Nagy Ádámot, Bogdán, mikor a Liverpoolhoz igazolt, és mind megbukott. Mondjuk Szalai azért fiatta volna többre is. Hát Szalainak a pályafutásával egyébként semmi kivetni valót nem látok, tehát ez egy teljesen korrekt karrier. Tehát ahhoz képest, hogy mennyit teljesített, vagy mit teljesített, ahhoz képest az, hogy egy Schalkéban játszott, egy Hoffenheimben, még most is ott van a Bundesligában, tehát azért az nagyon jó.
Nagy Ádám. Hát Nagy Ádám meg egyszerűen, ő egyébként nem sztár csapathoz ment, tehát azt se felejtsük el, hogy Bolognába ment, ott nem vált be hosszú távon, és most az angol másodosztályban van, ahol megerősödik, és egy teljesen jó játékos lesz, még a továbbiakban is. Bogdán, mikor Liverpoolhoz igazolt, Bogdán Ádám meg hát jó kapus, de nem feltétlen az a Liverpool szint, az tény. Megint ez a kispad. Befér az AC Milan kispadjára. Miért? Miért? Tehát olyan emberek beszélnek itt, baszki. Tehát hogyha Szoboszlai Dominik, most mondok egy példát, egy holland játékos lenne. Ugyanezzel a tudással, csak holland állampolgár lenne, és hollandként játszana a Salzburgban. Mindenki itt azt írna, hogy fú, hát ez akkora tehetség, és basz meg, ez basz, hallod? A világ legjobbja. De az, hogy magyar, akkor már rögtön az, hogy csak kispadra fog beférni. Nem. Tehát a topligákban, tehát a külföldön a futballban ez nem így működik. Oda megy egy magyar játékos, akár egy holland, egy román, egy szlovák, tök mindegy. Ha jól játszik, ha jól teljesít az edzéseken, akkor játszhat. Ilyen egyszerű a dolog. Hát ezek voltak a számomra top kérdések, és hát látszik, hogy sokan, mind a három témában azért sokan háttal vannak a moziban, szerintem. De ez megint csak ugye vélemény. Kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is a témákkal kapcsolatban. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, vigyázzatok magatokra és egymásra, sziasztok!